A hajdutánc az egy olyan dallam, hogy nem tudok-e magyar hazába olyan helyre menni, ahol az emberek ne ismernék ezt a dallamot. 500 év óta él közöttünk ez a dallam, maguk is biztosan rá fognak ismerni, és hogyha rá ismernek, akkor nyugodtan énekeljék majd velem. De először az 10. vers, ki az lengyel citerás leányhoz íródott. Innentől, hogy azért Balassi Bálintban azért csörgedezett a vér, valószínűleg több is, mint normál emberekben, tehát több, mint 5 liter. De Balassi Bálintnak a temperamentuma már úgy fiatal korában is megmutatkozott. Ugye említettem már az imént, hogy ugye az édesapját és Dobó Istvánt, a hős egri várkapitányt ugye perbe fogja a Habsburg császár, és így aztán bújdosásra kényszerülnek, de aztán 1572-ben elejtik ezeket a vádakat, és hivatalosak lesznek Rudolf császár koronázására. Ekkor ugye 18 esztendős Balassi Bálint, és itt kerül sor fergeteges juhásztáncára, így írják a krónikák, hogy fergeteges juhásztáncot, vagyis egy férfi táncot mutat be ott a bécsi udvarnak, hogy lássák, hogy milyen az a magyar virtus. Hát nem tudom, hogy Duda szólt-e ebben a juhásztáncban Balassi Bálint lába alá, de az biztos, hogy a korszakban, ebben a 16. századi időben a koboz mellett a duda volt a másik olyan hangszere Kárpát-hazában, ami főúri udvarokon tánc alá szolgáltatta a muzsikát. Hát most nálam is van egy ilyen duda, és korabeli dallamokat fogok először játszani eme magyar kecskedudám, és utána pedig majd dél-dunántúli juhászos táncot, egyet vagy kettőt, azt majd meglátom, és majd meg fogják hallani, hogy
szinte letagadhatatlan a két dallam típus közötti hasonlóság, még hogyha az egyiket kódexekben, az első két nótát kódexekben őrizték meg a hagyománynak, míg a második kettőt pedig dél-dunántúli juhásztudások őrizték meg nekünk. Tehát szóljon a ma fergeteges juhásztánc alá valami juhászos nóta. Vele kiaválták ezt, hogy Jézus a Duda szélibe áll, de a népzenész dudások, a juhászok mindenképp, amikor lefújják a tánc alá való muzsikálást, ezt szokták vagy dudával, vagy akár szóval is, mint most én tettem, kiaválni, hiszen tudják, hogy az ördögtől való a hangszer. Tehát aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, de mégis minden egyes hangja Jézus Krisztus dicséretére vagyon, ugyanúgy, mint ahogy Balassi Bálintnak is az istenes versei.